Újabb 3470 tesztet pozitív, meghalt 165 beteg, több mint 600-an vannak lélegeztetőgépen. Az olaszok enyhítenek, már nincs vörös zóna az országban, a németek viszont szigorítanak, ott szerdától teljes zárlat lesz. És elkezdődött a tömeges oltás az Egyesült Államokban, tavaszig több 10 millió embert oltanak be a legfertőzöttebb országban. Ez már a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok. Jó napot kívánok! Tovább emelkedett az aktív koronavírus fertőzöttek száma itthon. A ma reggeli legfrissebb adatok szerint újabb 3470 esetben igazolták a vírus jelenlétét. Meghalt 165, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 7130-ra nőtt. 7667 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és több mint 600-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon továbbra is a cél a járvány lassítása, illetve az egészségügyi ellátórendszerének működésének megőrzése. Ezt mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján. Valgóczi Ágnes egyúttal ismételten mindenkit arra kért, hogy tartsa be a védelmi intézkedéseket. A világjárvány zajlik. Az egész világon 72 milliót meghaladja már az új koronavírus fertőzéssel regisztrált eseteknek a száma, és elhunyt több mint 1,6 millió ember. Európában sem csitul a járványhelyzet, és látjuk, hogy számos országban a szigorú járványügyi intézkedések ellenére sem csökken az esetszám. Magyarországon is továbbra is cél a járványnak a lassítása, illetve az egészségügyi ellátórendszer működésének a megőrzése, és ezért kérek mindenkit, hogy a veszélyhelyzet idejére kihirdetett járványügyi intézkedéseket és egyéb higiénés rendszabályokat tartsa be. Minimálisan csökkentek a fertőzöttségi mutatók a célzott csoportos országos tesztelésben, ezt mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. György István arról is beszélt, hogy most célzottan a területi közigazgatásban dolgozókat vizsgálták, és a legalacsonyabb fertőzöttségi arány a kormányablakokban dolgozóknál volt. A kormányablakokban dolgozók között volt a legkisebb a fertőzöttség aránya. Ez 1,29%-ot jelent. Tehát mindazok a védelmi intézkedések, amit a kollégák érdekében meghoztunk, az időpontra foglalás lehetősége, a plexi ablakok felszerelése, a maszkok viselése, a fertőtlenítőszerek kihelyezése olyan biztonságot ad a kollégáknak, amely visszatükröződött ebben a tesztelési folyamatban. Most pedig nézzük néhány példát Európából. Németország nem tudta elkerülni a teljes zárlatot. Szerdától életbe léptek a napok óta emlegetett korlátozó intézkedések. Leáll például az iskolai tanítás, és bezárják a nem létfontosságú termékeket áruló boltokat éppen a karácsonyi roham hajrájában. Legkorábban január 10-én oldhatják fel a zárást. Többen bírálják a német kormányt, szerintük inkább novemberben kellett volna jóval szigorúbbnak lenni, és akkor szebben telnének az ünnepek. Advent harmadik hétvégén is zsúfoltak voltak a németországi üzletek. Még ma befejezem a karácsonyi bevásárlást, mert úgy érzem, hogy kedden már késő lesz, mondta egy sietős vásárló. Napok óta tudni lehetett ugyanis, hogy Németország újabb szigorításokra készül. Az eddigi korlátozások ellenére az új megbetegedések száma továbbra is magas. Hogy az ünnepek után ne legyen még nagyobb a baj, a szövetségi és tartományi vezetőknek lépniük kellett. Alkalmazkodnunk kell egy szigorú zárlathoz, és ma már tudjuk, hogy ez inkább karácsony előtt lesz, mint utána, mondta Baden-Württemberg miniszterelnöke. A vasárnapi válság tanácskozás ünnepre vonatkozó döntéseit végül a kancellár jelentette be. Fenntartjuk, hogy a barátok, rokonok és ismerősök közül legfeljebb öten találkozhatnak két háztartásból. Ez alól csak a december 24-e és 26-a közötti időszak a kivétel, amikor négy embert lehet meghívni. Szilveszterre ez már nem érvényes, mondta Angela Merkel, aki arra is megkérte az embereket, hogy a karácsonyi ünneplés után legalább egy hétig mindenki csökkentse a kontaktusait. Szilveszterre és új év napjára gyülekezési tilalmat vezetnek be az egész országban, és a tűzijátékokat sem engedélyezik. Szerdától pedig országszerte csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és tilos lesz közterületen alkoholt fogyasztani.
A fodrászatok, szépség és masszázsszalonok bezárnak, de például a bankfiókok fogadhatnak ügyfeleket. Az iskolákban csak a végzős évfolyamoknak lesz hagyományos oktatás. A napközbeni gyermekellátásban és a közoktatásban csak ügyelet lesz. A munkaadókat pedig arra kérik, hogy tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. Németország az elmúlt 6 hétben már részleges zárlat alá került. Bezártak a bárok, éttermek és más találkozóhelyek, de mindez nem segített abban, hogy a járványgörbe laposodjon. A mostani intézkedések január 10-éig lesznek érvényben. A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 20 ezernél is több új esetet regisztráltak, ami bő 10%-os növekedés az egy héttel korábbihoz képest. Aggasztó tehát a helyzet Németországban van, ahol még a szerdát sem várják meg a szigorításokkal. 100 országban már életbe lépnek a korlátozások. Több tartományban pedig már bevezették a teljes online oktatást az iskolákban. További részletek jönnek Berlinből, Noll Katalintól. Németországnak van olyan tartomány, a 100 ország tartomány, ahol már ma hétfőn életbe lépnek a korlátozások, hiszen erről már napokkal korábban döntött a tartomány parlamentje. Ez azt jelenti, hogy nyilvános helyeken tilos lesz az alkoholfogyasztása, és a fertőzöttebb régiókban kijárási korlátozások lesznek érvényben. És a legfertőzöttebb tartományok közé tartozik Bajorország is, ott már most rendkívüli állapotok vannak érvényben. Már egyetlen olasz tartomány sincs a vörös, azaz a leginkább fertőzött zónában. A hétvégén az utolsó 4 régió is a kevésbé veszélyes sárga besorolást kapta. Az emberek fellélegeztek, aki csak tehette, kimozdult otthonról. Mindez nem tart viszont sokáig. Az olasz kormány várhatóan a karácsonyi és a szilveszteri időszakban ismét az egész országot vörös zónává nyilvánítja. Ez azt jelenti, hogy kijárási tilalom lesz érvényben az ünnepek alatt. Ráérősen reggeliznek az emberek az egyik lombardiai városbárjában. A járványügyi óvintézkedések miatt hosszú ideig zárva voltak a tartományban a vendéglátóhelyek. Újra élni kezdjük az életünket úgy, ahogy azt megszoktuk, a vörös zónában nincs élet, mondja egy férfi. Olaszországban a járványveszélyesség szerint osztályozzák a tartományokat. A vörös zónában a legsúlyosabb helyzetben lévő térségeket sorolják, ott egésznapos kijárási tilalom van érvényben. Ide tartozott vasárnapig Piemont, Lombardia, Basilicata és Calabria. Miután ezek a tartományok is átkerültek a sárga, járványügyileg kevésbé veszélyes kategóriába, Olaszország koronavírus térképéről eltűntek a vörös zónák. A sárga zónákban továbbra is vannak óvintézkedések. Csak a régión belül engedélyezett az utazás, az éttermek, bárok nyitva lehetnek, de csak este 6 óráig. Éjszakai kijárási tilalom van érvényben, a hétvégiken zárva vannak az üzletek, de az edzőtermek, a színházak, a mozik, a fogadóirodák és a játéktermek sem nyithatnak ki. Az ünnepek alatt nem lesznek érvényben a megszokott besorolások. A kormány már bejelentette, hogy december 21-e és január 6-a között tilos lesz a tartományok közötti utazás. December 25-én és 26-án, illetve január 1-én a települések és a városok között sem engedélyezett a közlekedés. Eközben megkezdték az előkészületeket a lakosság tömeges oltására. Ilyen elegáns, virágdíszes pavilonok lesznek az olaszországi oltópontok. A kampány Itália tavaszi újjászületését hirdeti, amelyhez az építészek és grafikusok ingyen bocsátották terveiket az olasz válságstáb rendelkezésére. Felhívást intéztünk 3000 orvoshoz és mintegy 12000 ápolóhoz, hogy segítsenek bennünket az oltási kampányban, és hogy minél többen jelenjenek meg ezekben a virágdíszes pavilonokban és oltassák be magukat, mondta az olasz válságstáb egyik vezetője. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor és hol épülnek meg az oltópontok, az viszont kiderült, hogy az első körben csak nem 2 millió ember kaphatja meg a vakcinát. Először a kórházak, az idős otthonok, illetve a szociális ellátás más területein dolgozókat oltják be. Eközben Manarolában felkapcsolták a világ legnagyobb betlehemének fényeit. Az egész domboldalt beborító 300 figurából álló alkotás más években rengeteg érdeklődőt vonz a térségbe. Idén elmaradt a közönség, a betlehem alkotója pedig azt mondta, a 17 ezer apró lámpa most az egészségügyben dolgozók tiszteletére világít. Szlovéniában továbbra sem javulnak a járványadatok, ezért egy héttel meghosszabbították a korlátozásokat. Marad az online oktatás, a gyülekezési és éjszakai kijárási tilalom, és zárva maradnak továbbra is a kulturális intézmények, a szórakozóhelyek és a szállodák. Ugyanakkor a gazdasági ágazatok nyomására holnaptól néhány korlátozáson enyhítenek. Magyar Lovrics Mirjana tudósított.
December 15-től december 23-áig az egész ország területén részlegesen újraindul a tömegközlekedés, kinyitnak a fodrászatok, szépségszalonok, virágüzletek, automosok és vegytisztítók. Az ország azon 4 régiójában, ahol kedvezőbb a járványkép, kinyithatnak a ruhaüzletek, cipősboltok, sportfelszerelést árusító üzletek, valamint az autószalonok, és ebben a 4 régióban enyhítenek a lakhely elhagyási tilalmon is. Azokra a polgárokra ugyanis, akik okostelefonjukra letöltötték az úgynevezett Maradj egészséges alkalmazást, amely a koronavírus jelző applikáció szlovén változata, a lakhely elhagyási tilalom nem vonatkozik, ők tehát szabadon mozoghatnak a régiójukon belül. Folyamatosan romlik a járványhelyzet Szlovákiában, az egészségügyi miniszter szerint szükségesek a további szigorítások. Bár a múlt héten a szlovák kormány már bejelentette a több lépcsős szigorításokat, lehetséges, hogy karácsonyra a kijárási korlátozást is bevezetik. Pozsonyból Bartal Tímea jelentkezett. Nagy problémát okoz az is, hogy nagyon sok egészségügyi alkalmazott, már közel 3000 a számuk, akik megfertőződtek koronavírus járvánnyal, őket ki kellett emelni ugye az egészségügyi rendszerből, nem vesznek részt a gyógyításban, hiszen karanténban vannak, tehát a kórházak kérdését is meg kell oldani, és hát ugye azt mindenképp szeretnék elkerülni, hogy nagyon megugorjon azoknak a száma, akik például karácsonyi ünnepek közelettével, vagy a karácsonyi ünnepek alatt kerülnek be az intézményekbe. Ma megkezdődik a tömeges oltás az Egyesült Államokban, a kórházakban és az idős otthonokban indul a kampány. Az amerikai kormány a Pfizer és BioNTech által kifejlesztett vakcinából 100 millió adagot rendelt. Közben egyre több országban készülnek a tömeges oltásra. Belgiumban egyelőre vakcina nélkül már azt gyakorolják, hogyan kell beadni az oltást. Ha minden jól megy, óránként 20 ember tudunk majd egy helyszínen beoltani, talán kicsit többet, összegezte a próba tapasztalatait a brüsszeli egészségügyi főfelügyelő. Azt azonban ő sem tudja megmondani, hogy a gyakorlatot mikor követi az éles bevetés. Míg Európa az uniós gyógyszerügynökség döntésére vár, egyre több ország engedélyezi a Pfizer vakcináját. Az Egyesült Államokban pedig már hétfőn el is kezdődhet a tömeges oltás. A Pfizer gyógyszeripari vállalat Michigan állambeli gyárában vasárnap már csomagoltak. Kinyitották a hatalmas fagyasztókat, ahol mínusz 70 Celsius fokon tárolják az oltóanyaggal teli ampullákat, és átrakták a speciális hűtőládákba. A gyárban megtapsolták azokat a munkásokat, akik az első adag vakcinát útra indították. Helyi idő szerint vasárnap reggel 7:30 a hűtődobozokat szállító teherautók kigördültek a gyár kapuján. Összesen 636 olyan helyszínre szállítjuk ki a vakcinát, amelyet a tagállamok előzőleg meghatároztak, mondta az oltóanyag elosztásának műveletét irányító tábornok. A szövetségi kormány ajánlása szerint várhatóan az idős otthonok lakóit, az egészségügyben dolgozókat és a krónikus betegségben szenvedőket oltják majd be először. Első körben körülbelül 3 millió adag vakcinát szállítanak a kijelölt helyekre, ezt 3 hét múlva megismétlik, hogy mindenki megkaphassa a második oltását is. Az amerikai kormány ebből a vakcinából 100 millió adagot rendelt, és a gyártó szerint ezt teljesítik is március végéig. Sajtóhírek szerint hamarosan az amerikai Moderna cég által kifejlesztett oltóanyag is zöld utat kap. Tisztán elektromos autók gyártásába kezd a Mercedes Kecskeméten, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világ egyik legnagyobb és legmodernebb autóipari vállalata döntött úgy, hogy óriási jelentőségű high-tech beruházást hoz Magyarországra. A Mercedes 50 milliárd forintos beruházással bővíti a gyárát, amihez a magyar kormány 15 milliárd forint támogatást biztosít. Ezzel 4400-nál is több munkahely jövője válik betonbiztossá, mondta a miniszter. Magyarországon először kerül sor tisztán elektromos meghajtású autók széria gyártására. A Mercedes egy ehhez szükséges karosszéria üzemet épít itt Kecskeméten, és megkezdi a kecskeméti gyár technológiai felkészítését egy kizárólag tisztán elektromos meghajtású autó széria gyártására. Az indiai Moderzon csoport is modernizálja termelését több magyar városban, erről szintén a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Az autóipari beszállító cégcsoport Győrben, Kaposváron, Mosonszolnokon és Túrkevén fejleszt, Kecskeméten pedig egy új 9000 négyzetméter gyártási területet hoz létre. A kormány több mint 2 milliárd forintos támogatást biztosít a beruházáshoz. Harcolunk a munkahelyek elvesztése
ellen, harcolunk a munkanélküliséggel szemben, és ebben a harcban azok a vállalatok a legjobb szövetségeseink, amely vállalatok a mostani nehéz körülmények dacára és közepette is újabb és újabb beruházásokkal fejlesztenek, teszik magukat egyre versenyképesebbé, őrzik meg a náluk lévő munkahelyeket, és hoznak létre újakat. Csak nem 250 doktorandusz kap ösztöndíjat a kooperatív doktori programban. Az eredetileg 100 fős keretet azért bővítették ki, mert nagyon jó pályázatok érkeztek. A programban havi 400 ezer forintot kapnak a pályázók, és támogatják az oktatási intézményt, a kutatási projektet, illetve azt a vállalatot is, ahol a doktoranduszok dolgoznak. Palkovics László hangsúlyozta, hogy az innováció fontos szerepet játszik abban, hogy a magyar gazdaság ezeknek az éveknek a győztese legyen. Ennek az ösztöndíjrendszernek az a célja, hogy olyan szakemberek, akik esetleg azért nem írnának doktorit, azért nem foglalkoznak egyetemi kutatással, mert a vállalati tevékenység ezt nem teszi lehetővé, ők se vesztenek el a kutatás számára, és a jövőben rendelkezzenek a megfelelő minősítéssel. Úgy tűnik, hogy ez a program sikeres volt, és ezt a programot jövőre is folytatni fogjuk. Komoly stratégiai győzelem és óriási eredmény, hogy Magyarország és Lengyelország érvényesíteni tudta a politikai akaratát a jogállamisági feltételekhez ragaszkodó többséggel szemben. Erről az Alapjogokért Központ igazgatója beszélt a ma reggelben. Szántó Miklós ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hiába szólnak a hírek a két visegrádi kormányfő győzelméről, a politikai csatározásoknak koránt sem van vége. Ezt az uniós pénzügyi források összekapcsolása jogállamiság koncepcióval, ezt a tervet sikerült kiverni, de azért azt nem mondanám, hogy ez az egész háború véget ért volna, mert hogy ez egy ideológiai háború, ez egy világnézeti háború, mert továbbra is ott vannak az asztalon azok a különféle bizottsági uniós tervek, amelyek arra irányulnak, hogy az állami szuverénektől, a tagállamoktól minél több területen vegyenek el hatalmat. Lényegében kormányzati engedéllyel folyik a magyarok elleni gyűlöletkeltés Ukrajnában. Ezzel akarja Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök elterelni a figyelmet a sikertelen koronavírus kezelésről és a politikai kudarcairól. Erről a 21. század intézet kutatója beszélt itt az M1-en. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jó eredményeket ért el a legutóbbi önkormányzati választásokon. Nagy Ervin szerint ez ad okot a folyamatos és egyre agresszívabb támadásokra. Az eddigi esetek, amelyek egyébként már az elmúlt évtizedekben is voltak Kárpátalján, azok szokványos esetek voltak, de most mutatja egy elmozdulás lenne, és már-már kormányzati támogatással azt nézzük egyébként, hogy az ukrán közbiztonsági szolgálatnak a kommandósai találták meg a magyar intézményeket, akkor azt kell mondani, hogy kormányzati támogatással fék, szisztematikusan a magyar gyűlöletnek a keltése. Információink szerint közben újabb fenyegető üzenetet kaptak a kárpátaljai magyarok. Ezúttal a nagyszőlősi járási Tisza Péter falva községi tanácsának falán jelent meg ma Viradóra hatalmas piros betűkkel a következő szöveg. Kárpátalja, Ukrajna. Eljövünk értetek, jobb szektor. A baloldali botrány főszereplője Legény Zsolt beismerte a csempészést, erről a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában. Mencer Tamás elmondta, hogy amikor az ukrán vámosok ki akarták nyitni Legény autójának csomagtartóját, Legény Zsolt jól érthetően azt mondta, hogy na jó, cigi van benne. A szocialista politikus csütörtökön bukott le az ukrán-magyar határon. Nincs két baloldal, egy baloldal van. Hazugok, tolvajok, seftesek. Újabb terhelő részleteket közölt Legény Zsolt ügyéről a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. Mencer Tamás hétfői Facebook videójában arról beszélt, az MSZP volt parlamenti képviselője, most tagadja, korábban azonban beismerte a csempészést. Kinyitottam az autót, és én voltam a leginkább ledöbbenve, én voltam a leginkább megdöbbenve, tele volt cigarettával. Legény Zsolt pénteken még így magyarázkodott saját közösségi oldalán, miután kiderült, hogy autója csomagtartójában zárjegy nélküli cigarettát próbált Ukrajnából Magyarországra csempészni. A szocialista politikus a Beregsurány Luzsanka határátkelőnél bukott le, amikor az ukrán vámosok át akarták vizsgálni autóját.
Hogy ezt elkerülje, diplomata útlevelet mutatott fel, és azt állította, hogy a beregszászi konzulátus munkatársa. Ám amikor az ukrán vámosok kihívták a magyar konzulátus képviselőit, kiderült, hogy ez nem igaz. A diplomaták ugyanis cáfolták, hogy Legény Zsolt a munkatársuk lenne. Az MSZP országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsának elnöki tisztét eddig betöltő Legény Zsolt közösségi oldalán ennek ellenére azt is állította, nem tudja, hogyan került a csempészáru a kocsijába. Az a cigaretta nem az enyém, nem én vásároltam, nem tudom, hogy hogy került bele az autóba. Ehhez képest, amikor a vámosok a magyar-ukrán határon elkapták, és látta, hogy elkerülhetetlen a csomagtartó kinyitása, több tanú jelenlétében jól érthetően azt mondta, idézem, na jó, cigi van benne. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára hétfőn azt közölte, Legény Zsolt magyarázkodása ellenére már a helyszínen beismerte a csempészést, amit két magyar konzul is hallott. Azt mondta, idézem, na jó, cigi van benne. Vagyis Legény Zsolt beismerte a csempészést. Nincs két baloldal, egy baloldal van. Hazugok, tolvajok, seftesek. Legény Zsolt diplomata útlevelét az MSZP igényelte, indoklásuk szerint azért, hogy a baloldali politikus a párt külügyi kapcsolatait szakértőként segíthesse. Mentszer Tamás ezért ismét rámutatott, a botrányban más baloldali politikusok is érintettek lehetnek. Új menetrend lépett életbe a MÁV-nál és a Volán busznál. A változások szinte az egész országot érintik, több vasúti fővonalat is. Általános cél volt, hogy összehangolják a vonatok és a buszok közlekedését. Elméletileg ez gyorsabb és kényelmesebb utazást tesz lehetővé. A kalauz engedélye után már indult is a személyvonat Budapestre, a következőre pedig csak egy órát kellett várni. A MÁV Start új menetrendje szerint már sűrűbben járnak a vonatok Eger és Budapest között. Az utasok örülnek a változásnak. Én nagyon sokat járok Pestre, és így, hogy óránként járnak a vonatok, ez nekem nagyon nagy könnyebbséget jelent, mert volt már arra példa, hogy lekéstem egy vonatot. Nagyon örülök, hogy most már óránként tudok haza és az otthonom és Eger között járkálni, mert ezelőtt mindig vagy csak átszállni tudtam, vagy a közvetlen, ami csak két óránként ment. A 2020-21-es menetrendben Kelet-Magyarország több fővonalán is bővült az Intercity hálózat. Így például Zemplén és Borsod térsége közvetlen kapcsolatokkal és két óránkénti indulásokkal került közelebb a fővároshoz. A Dunántúlon a nagyvárosok közötti közlekedést, illetve a Balaton elérését az új Helikon Interrégió vonatok javítják jelentősen. Új járatokat indít a Volán busz is, ezek menetrendjét pedig minden korábbinál jobban összehangolták a vasútéval. A MÁV Start és a Volán busz menetrendjét országos szinten összehangolták a mostani menetrendváltáskor, ezáltal egyre több régióban egységessé téve a vasúti, illetve az autóbuszos közlekedés menetrendjeit, ezáltal gyorsabb és kényelmesebb eljutást biztosítanak egyre több utas számára. A párhuzamos vonalakon igyekeztek előnyben részesíteni azt a közlekedési módot, ami a gyorsabb és minőségibb szolgáltatást nyújtja az abban a térségben utazók számára. A vonatok több budapesti elővárosi vonalon is sűrűbben járnak mostantól. Érdalsó és Kelenföld között reggel 10 percenként, míg a főváros és Gödöllő között hétvégén is óránként kétszer, de Székesfehérvár és Siófok között is fél óránként indulnak majd vonatok. És megújult az Elvira internetes jegyváltási rendszer is, amelyet összekötöttek a mobil alkalmazással. Így akár egy regisztrációval, de önállóan is használhatják az utazók mindkettőt. A vasúttársaság azt javasolja, hogy aki teheti, a járvány idején inkább interneten vásároljon jegyet. Hatástalanították a fővárosban a Kvassai hídnál előkerült egy tonnás légibombát, amit még pénteken találtak egy építkezésen. A hatástalanítás idejére a környéket egy kilométeres körzetben lezárták. A hatástalanított bombát a Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol később megsemmisítik. Miután a gyűjtőszerkezetet eltávolították, a működő rész már így nem tartalmaz a bombatest, így biztonságosan szállítható és biztonságosan elhelyezhető volt a teherautó platóján, így most ez a platóra került, ahol rögzítettük, és innentől kezdve elszállításra kerül a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. Lövöldözés volt egy New York-i templomnál, egy férfi nyitott tüzet nem sokkal azután, hogy a templomnál egy kórus énekelt. A lövöldöző állítólag azt kiabálta, hogy lőjék le. A rendőrök többször is felszólították, hogy tegye le a fegyvert, de hiába, ezért végül lelőtték. A támadó meghalt, más nem sérült meg. A nyomozó két félautomata pisztolyt találtak a helyszínen,
A férfi táskájában pedig egy gázolajos palack, kötél, drót, több kés, ragasztószallag és egy biblia volt. Világszerte sok helyen húzott búvárruhát a Mikulás, és együtt úszkált a halakkal a nagyobb városok vízi állatkertjeiben. A látványosság célja, hogy felhívja a figyelmet a vízi élővilág megóvására. Búvárruhára cserélte szárnyát a Mikulás, hogy a halak közé merüljön a Rio de Janeiro-i akváriumban. Miközben etette a cápákat, addig felesége simogatta a rájákat, a látogatóknak pedig buborékcsókokat dobott. Sokakat vonz a különleges látványosság a brazil nagyvárosban. Volt, aki most látott ilyet először. Ez nagyon különös, még sosem láttam a Mikulást búvárkodni, hihetetlen. Úgy tudtam, hogy a Mikulás egy széken ücsörög, gyerekeket ölelget és ajándékot oszt, de azt nem tudtam, hogy búvárkodik is, mondta egy látogató. Karácsonyig minden nap merül a búvárruhás Mikulás. Az etetés után ráadásul körbe is úszik az akváriumban és integet az érdeklődőknek. Ilyenkor mindenki videókat és képeket készít, amit később feltölthetnek az internetre. A Riói Akvárium így szeretné felhívni az emberek figyelmét a vízi élővilág megóvására. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenkihez közelebb hozhatjuk az állatokat, főleg a gyerekekhez. Itt tanulhatnak a vízi élőlények biológiájáról és az óceánok megőrzéséről, nyilatkozta a búvára merülés után. A tokiói akváriumban a banánhalakkal, a rájákkal és egy zebracápával úszkált együtt a Mikulás. A tartályban egy ünnepi koszorút is leengedtek boldog karácsonyt felirattal. A hal eledelt pedig egy karácsonyi mintás csőből lőtte az állatok közé. Nagyon szép volt a műsor, a halak látványa nagyon megnyugtató. Tudom, hogy a koronavírus miatt most nehéz rendezvényeket szervezni, de örülök, hogy ezt megtartották. Végig érezhető volt a karácsonyi hangulat, lelkendezett egy látogató. Az akvárium 20 éve minden adventi időszakban megrendezi a programot, amelyre általában több száz ember kíváncsi. Idén azonban a járványveszély miatt korlátozzák a nézők számát, mindenkinek maszkot kell viselni, belépéskor pedig hőkamerával mérik a látogatók lázát. Több zenés produkciót is láthatnak majd a Jónak lenni jó egésznapos műsor folyamában vasárnap. A felvételek már elkezdődtek. Miklósa, Erika és Kökény Attila például csak a jótékonysági akció kedvéért állt össze egy különleges előadásra. A közmédia idén az autizmussal élő gyerekeknek gyűjt. Ezek a felvételek a Veszprémi Utánpótlás Kézilabda Kapusport Egyesület nyári edzőtáborában készültek. A járvány miatt az előző évekhez képest kevesebben sportoltak náluk egy héten keresztül. Remélik, hogy jövőre már jobb lesz a helyzet, akkor már egy autizmussal élő gyermek is velük edzőtáborozhat majd ingyen. Az egyesületünknek az egyik programja az, hogy segítsünk. Így felajánlottuk a Jónak lenni jó műsornak ezt a lehetőséget, hogy egy autista sportolót egy hétig vendégül látunk a táborunkba, napi két edzéssel, teljes ellátással. Csatlakozott Havasi Balázs, világhírű zeneszerző is a Jónak lenni jó kampányához, egy számára különleges lemezt ajánlott fel. Én is részt veszek a Jónak lenni jó kezdeményezésben, és ezzel is támogatom az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját és az autizmussal élőket. Ezzel a céllal ajánlom fel az első aranylemezemet, melyet 2010-ben a Szimfonika albumomért vehettem át. Az eszmei értéke miatt jelent számomra igazán sokat, de egy ilyen nemes cél érdekében örömmel válok meg tőle, tegyünk együtt közösen. A közmédia idei jótékonysági akciója az autizmussal élő fiatalokon és családjukon szeretne segíteni. Számukra szeretnének létrehozni egy diagnosztikai és terápiás otthont. A legértékesebb tárgyi felajánlásokat a Duna csatorna december 20-ai egésznapos ünnepi műsorában árverezik majd el. Közben már készülnek a felvételek az ünnepi műsorhoz, hiszen egy hét múlva több előre rögzített produkciót is láthatnak majd a nézők. Miklós Erika operaénekesnő és Kökény Attila énekes egy olyan duettet adnak majd elő, amelyet még sosem hallhatott a közönség. Mindketten azt mondják, nem is volt kérdés számukra, hogy ott a helyük, ahol segíteni lehet a rászorulókon. Nyilván ezt az ember mindig a szívén viseli, hogyha meghallja ezeket a dolgokat, úgyhogy... Hát főleg a gyerekekről van szó. Hát abszolút, az mindig másképp érinti az embereket, hogy a gyerekekről van szó. És ugye azt gondolom, hogy ez egy nemes ügy. És ha egy nemes ügyről van szó, és gyerekekről van szó, akkor mindig úgy gondolom, hogy ott a helyem. És hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. December 20-án láthatják majd a nézők Vastag Csabát.
Kerepesi Tamást, valamint Rátóti Zoltánt és zenekarát is. Aki segíteni szeretne, a 13616-os számot tárcsázva hívásonként és üzenetenként továbbra is 500 forinttal tudja támogatni az Együtt az Autistákért alapítványt. Kalandos, vicces vagy éppen meghökkentő jeleneteket mutat be Petőfi Sándor életéből a Pozsonyi mesék legújabb kötete. A mesekönyv sorozatnak az idei adventre megjelent része a költő pozsonyi kalandjaival foglalkozik. A kötetben a szerző körbejárja a 19. századi Pozsonyt és olyan helyekre is eljut, amelyeket a mai olvasó esetleg már nem is ismer. Bár biztosan nem így történtek, akár így is történhettek volna. Ezzel a mottóval állít emléket a Pozsonyi mesék legújabb sorozata, a magyar irodalom egyik legnagyobb költőjének. A Petőfi című kötet a 19. századi lirikus pozsonyi történeteit meséli el. Hiszen a költő rövid élete ellenére többször járt itt 1839-ben, 40-ben, aztán hosszabb időre, több hétre 1843-ban, utóbbi itt tartózkodása idején az országgyűlési tudósításokat volt kénytelen másolgatni, de azért, mert nem vették őt fel az itt állomásozó egyik vándorszínész társulathoz. A mesekönyvet megjelentető Pozsonyi Kifli Polgári Társulás szerint Pozsony kapcsán Petőfi Sándor kihagyhatatlan személyiség. Ahogy fogalmaztak, Petőfi itt élt Pozsonyban, Pozsony pedig ott élt Petőfiben. A könyvszerzője Veres István, Pozsonyban élő szerzőnk, és az illusztrátor Parázs Bianka, egy fiatal budapesti illusztrátor. A munka online zajlott, mert a járvány ideje alatt jött létre, viszont nagyon örülünk, hogy megszületett a könyv. Sajnos könyvbemutatót nem tudunk tartani. A Pozsonyi mesék sorozat Petőfi kötete nem csak a gyerekeknek szól. Bár a gyerekek nyelvén íródott, a történetek olyan információkat hordoznak, amelyek a felnőtteknek is újdonságként szolgálhatnak.